Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok. Üdv a csatornán. Terror Attack. Oh shit, miért túró történik? Terrortekezünk egy kicsit, csak egy kicsit problémáink vannak. Pillanat gyerekek, mert ez nagyon durva az elemi, és mi? Lövi a vizeim is. Haverom. Ne bánst a haver, ne bánst. Ezt miért írja ez a valamit? Eddig nem írta. Ó, mi történt itt? Te meg hova mész? Ó, basszus, széplődtek minket. Baj van, gyerek. Hol van az egy kabinom? Ó, az egyik kabinom szerintem megsemmisült. Ó, gyerekek. Történnek itt dolgok. Jó, oké. Összeszedem magam egy kicsit, aztán folytatjuk a... És ez mi a fasz... mi a felér írja ez, gyerekek? Eddig ezzel nem volt semmi baj, most meg itt izé írogatja. Komolyan, eddig nem írt róla, ez semmi rosszat. Na, felszereljük magunkra vissza az összes fegyvert, meg mi hol voltak ezek a cuccok? Na jó, van, oké. Ide is fel is tudunk rakni, lelőttek rólunk mindent. Az összes kacatot, vagy... Ja, fele az övé. Fele az ő alkatrésze, meg itt fel akarok magunk rakni. Áú, shit, ez jó. Csak nem kellene szétlőnöm a haveromat. Na, ennyi innen ember. Ezt is felrakom. Nem vágom, gyerekek, hogy ez miért nem akar működni. Ez mi itt? Anchored. Mit anchored? Hát eddig jó volt. Komolyan mondom, nem is csináltam semmit. Kiléptem, beléptem erre, meg ezt írogatja, hogy hülyeség van, hogy nem jó. Na várjatok egy kicsit, akkor bányászok, aztán megnézzük, hogy mi történik akkor. Oké. Okay. Megy, oké, működik minden, miért írogatja az gyerekek? Na jó, haver, gyere ide, légy szíves, aztán megpróbálok megjavítani, hogyha közelembe jönnél. Gyere szépen ide. Gyere, 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 gyerek. Hát ez pont nem akar ide jönni. Ott a, pont a kabin részben lett, ott látjátok, ott egy kicsit be van gajdulva. Na jó, mindegy. Az a lényeg, hogy mi működünk, valamit írogat itt hátul, hogy Anchored, nem tudom mi Anchored, vagy mi nem Anchored. Mi a problémája, de ide is rakok. Valaki azt írta, hogy az offroad kerék nem fordul, és igaza van gyerekek, nem, tényleg nem fordul, pedig azt hittem, hogy igen. Néhány dologra még szükségünk lenne, főleg energiacellára. Oppá, ide az elejére rakhatnék még ilyeneket, most látom. Azokat lehet, hogy le is lőtték rólunk. Ja, energiacella kellene, mivel akkor ugye tovább tudnám, az ott ez a középső az, tovább tudnám fenntartani a pajzsomat anélkül, hogy folyamatosan új hatóanyagok kellenének, vagy nem hatóanyagok, hanem új... Itt vannak jók. Ezt is viszem magammal, mindent viszünk magunkkal, ugye megjavítódik rajtunk minden, úgyhogy érdemes elvinnem. Aha, valami itt, ez micsoda gyerekek itt, mit keresed ott? Ja, ez jó helyen van, ugye ez generálja azt a mezőt. És ez mit keres itt? Vannak itt furcsa dolgok. Egyébként tudom, hogy néhány fegyver az egymás mögött van, nem fog működni, de azért a semminél jobb lesz. Oké, és akkor ide még egyet. És akkor így már van tűzerő nagyjából. Meg még ennek a... Hoppá, pont ezt akartam felvenni, mondom, még ennek a tetejére rakok, de ahogy látszik, az nem sikerült. Ennek a tetejére akartam még ide valahova. Arra nem lehet? Annak meg lehet. Oké, jó. Na, menjünk, srácok! Hol van ez? Hol van a robotkám? Ott nekem egy barátságos robotom, aki eltűnt. Mögöttem, hol van? Gyerek, légy szíves, ez nagyon nem lesz jó, ha folyamatosan eltűnik. Ó, beszorult ide. Most ezt szedjem ki innen, mi? Jó. Gyere, 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 gyere! Haver, ne viccelj! Na végre! Ó, basszus. Lesznek itt ezzel még bajom. Valahogy kerülni kellene az ellenségeket, lehet, hogy inkább menekülni fogunk. És akkor megnézzük azt a kérdőjelet, hogy mit is akar tőlünk az a játék. Ezt meg talán tud velem jönni. A gyerekek, ez megint elakadt. Ez nagyon nem jó. Ki kell lőnöm azokat a fákat, ott. Hogy, na végre, ne menj neki, adnak a másik fának. Ó, és leszakadt a valami alkatrész. Oké, végre.
Lehetőleg mögöttem legyél. Mi az, gyerekek? Nézzétek! Volt egy kocka is, amit Tóth is azt ma idehozta, jó? Lehet, hogy ugye tudnám úgy használni, hogy egy ilyen szállítójárműnek, ami összeszedi a dolgokat. Nem hiszem, mert megint elakadt. Oh, shit. Haver! Kilöpöm azt az objektumot. Az miatt, hogy el tudja mozdulni, vagy mit csinálja vele? Na végre! És ellenség is van a közelbe. Arra van, amerre. Jó, minket nem érdekel, menjünk már a kérdőkkel fele, basszus gyerek! És ne, el fogok adni az összes falba. Jó, én itt hagyom gyerekek, hogyha elakad, komolyan. Abszolút leszarom. Mi közben gyűjtögetünk, nem baj, hogyha átmegyünk erdőn, legalább lesz tüzelőanyagunk. Mi történik? Nem én irányítok. Ja, hogy itt ez a... Mi ez az energiagömb? Mi történik? Mi történik? Komolyan mondom, nem én irányítottam, hanem így löködött valami energy. Meg most is, mi ez? Előttem van ezek a szarok, azt az miatt. Na mindegy, menjünk. Ja, és itt van egy ilyen szolár dolog. Valami napenergiával működő dolog. Azon gondolkozok, hogy ezt én nem tudnám el hasznosítani a járművel, mert ezt a dolgot, ezt a modult. Ha ezt esetleg felszerelném, azon filózok. Hát és ez is. Ugyan valahol, hogy az előbb vágva volt valahol. Hát így. Most is azt írja, hogy Anchored. Hoppa, hoppa, ott gurul valami. Áj, áj, áj. Ó, siker. Siker, gyerekek. Látjátok? Dupla regeneráló cuccom van. Igaz, azt átrakhatnám a másik járműre is, de nem nagyon bízok benne. Lehet, hogy tönkre megy, és ez miatt, mármint az lehet, hogy elveszik, és akkor nem akarom elveszíteni. Ugye egyszer van az, amelyik a... ez nagyon cool. És ez lehet, hogy tud annyi energy-t termelni, hogy a másikat is hajtja. Ugye kettő darab van most, de nem tudom, hogy ja, ez a szoláros azért működik, de szerintem igen. Ugye mindent össze kell szedni, srácok, az az igazság. Jó, szedd össze. Hops, enemy. Megszórom, megpróbálom. Maradj mögöttem, hover. Ó, hát ez nagyon kemény így. Tökéletes. Kicsit fejlesztek a járművön. Mert miért ne? Leginkább az miatt ugye, hogy... Ó, mi volt ez? Elfogyott a tüzelőanyagunk. Jó lenne egy ágyú is, amit néha felraknék, és akkor kilőné ugye az űrbe. Oké, tüzelőanyag rendben. És egyre nagyobbra csinálom, hogy bírja a gyűrődést. Ezt is felrakjuk. Ez a kerék már kilóg, jó, hát ez annyira nem problémám, srácok az. Itt is egy kerék. Jó, hát ezt nem rakom ide. Oké, menjünk tovább, aztán majd fejlődünk még. Na, mi ez, amit akarom nekünk mutatni? Ezt ismerjük. Ez a radar egység. Jó, hát akkor vegyük le, aztán rakjuk fel a gépre. Ezt utána ledobom valahova az egyiket. Vigyni. Ennyi volt igazából ez a radar dolog. Aminket nagyon nem érdekel, ott egy enemy. Nézzük, hogy merre kellene tovább menni. Merre lenne érdemes. Ezt az enemit meg kell támadnom, csak előtte akkor feltankolok. Fával. Jó, bőven viszek magammal. Ez az, és akkor most támadás. Ezt tök jó ki tudom használni, ugye? Ez az. Ó, hát ez nem tökéletes. Ajaj! Ajaj!
nagyon keményen küzd. Közelebb, közelebb. Ó, basszus, ez kemény volt, ez kemény összecsapás volt. Kellene egy kis fa, hogy regenerálódjak, legalább annyira. Ú, basszus, valami, valami... Ó, hát ez meg mit csinál itt? Mit csinál itt az én emberem? Küzd magába a gyerekek. Ó, mit fogott ez ki? Ez képes volt összecsapni egymagába itt egy enemivel. Vagyis gondolom megvédi magát, úgyhogy valamennyire működik a mesterséges intelligencia. Viszont nekem itt össze kell szednem magam. Építünk felfele is, elkezdünk építkezni felfele is. És jó lenne valami értelmesebb modulokat találnék, amiket be tudok építeni, mert ez kezd kevés lenni. Meg lehet, hogy úgy kellene elrendeznem ezeket a shieldet, meg ezt a regenerációt. Oppa, és még egy kérdője. Úgy gyerekek, ezeket itt én viszek mindent, mivel kell. Ugye minél nagyobbak vagyunk, ezt... Nem tudom, miért válogatok, simán ugye fel tudom ezt is használni, úgyis regenerálódik, hogyha felveszek egy kis fát. Jó, így a hátulról akkor védődtek leszünk egy kicsit, meg lehet, hogy megemelem annyira ezt az egész szekciót, hogy tudjak rá egy sor fegyvert rakni. Ezt a hátsó részt, ezt megemelem annyira, így. Ide meg ugye nem kellene akkor. Ezt is leveszem. És akkor én ennek a tetejére is tudok rakni fegyvereket. Tutti lesz. Oké, ez micsoda? Mi az ilyen ágyú? Jó, akkor ezt pakolhatom is. Kellene még egy blokk, van ott egy nagy? Van, hát. Tökéletes, srácok. Akkor ide olyan kellene, amit ilyen ágyúszerű. Nézzük, hol van még. Ott is egy. Ott is egy. Azt nem tudom, miért írogatja azt, hogy nem nincs csatlakoztatva, amikor megvan. Ez az, tökéletes. Meg itt, amik lesérültek. Az helyett is kellene beraknom, ezt is, mondjuk ezt is. Igaz, hogy... Ó, jó, ez tökéletes. Ez mi volt? Valami felrobbant. Valami felrobbant. Itt jó, nem gáz. Arra kellene mennem, ugye arra mutatja. És akkor ez így szerintem eléggé védettek vagyunk. Bár aztán hátrafele is rakhatnák fegyvereket. Na, menjünk inkább, aztán valami lesz csak. Ú, basszus, jó nehezek vagyunk ám. Gyújtunk egy kis üzemanyagot. Oké. A sivatagban nagyon nem kellene merészkednem. Ugye, mert mi a franc van itt? Ez szerintem nem szeret átmenni az a buborékokkal itt a fák között, közelett is. Össze-vissza löködött meg most is. Jó, menjünk. Megnézzük, hogy mi van ott. És azt hiszem, hogy a zöld társam az lemaradt. Jó, hát ott rohadjon meg, én nem akarok vele szórakozni most. De az az érdekes, hogy az irányítást néha elveszítem. Nem tudom, az miért történik. Ott arra van valami, és a sivatag az veszélyes lóra. Azt arról már hallottam. Azok még enemik azok, gyerekek? Á, és itt az ott egy enemi. Ezt le kellene darálnom nagyon gyorsan. Nem tűnik valami nagy ellenfélnek. Jó, ez meg is volt. Első. És azok meg, az meg egy gyár. Szerintem az egy gyár, azok nem enemik, ugye? Nem, ezek valami gyár dolgok, gyárépület. Aha. Jó. Nem gond, hogy felrobbant. Átveszük a hatalmat ezt felett, a gyár felett. Úristen, mi van ott, gyerekek? Ott van egy hatalmas gép. Ezt még kilövöm. Oké, és akkor a gyárat nem bántjuk, inkább szerzünk még fát. És akkor megtámadjuk azt a nagy gépet ott. Hát ezt nem vágom, ezt, hogy... Miért írogatja? Ja, hát nem ilyen fa kellene. De, ilyen fa kellene. Azt hittem, nem ilyen fa kellene. Nagyon gyorsan feltapolok, és akkor megyünk egyből. És kellene ágyú, ami feljutatja ezt a sok szemetet, ami nálam van. Az űrbe, mert különben nem fogom tudni. Nem fogom tudni sokáig feltartani a shieldet, mert hülyeségeket is benyelek.
Na, srácok. Azta. Ez nem kicsi. Egyáltalán nem kicsi. De meg sikerült bérinteni. És azt hiszem, hogy oldalról... Oké, nagyon jó. Nagyon jó, srácok, ki az itt marad egyelőre. Nem marad itt, nem marad itt. Építkezek tovább. Építkezek, ugye minél több alkotó elemből áll az dolog, annál jobb. És nem csak ilyen egységek vannak, hanem vannak másfajták is már, mint nem ilyen blokkokból épül az egész, hanem vannak ilyen iszonyat nagy gépeket is lehet gyártani, körülbelül akkorát, mint akkor az egész, mint annak a kereke, pont akkora, kb. Mint ez az egész gép. Na, azt akartam, végre sikerült elmondanom. Jó, ez így egész kellemes. Nagyon nem mi nem is sérültünk egyáltalán. Ami még érdekel engem, az ez. Ugye ez micsoda? Regenerator bubble, azt ide hátra rakom. Meg még, mi kellene innen? Nagyon nem kell semmi, inkább akkor nézzük meg az erőművet. Az erőművet tudnám ugye használni, például kilőni alkatrészeket, viszont azt is meg tudnám oldani, hogy ez mire jó, ez mi az egység? Ez micsoda? Nem tudom elképzelni, az mi. Ezeket ki kellene lövetnem az űrbe, ami nálam van, mert ugye ezeket nem használja fel, ahogy látom. Elvileg. Á, tudjátok mit? Szétszerem, aztán viszek magammal. Felrakom valahova. Olyan helyre, ahol el tudja érni. De nem tudom rakni, mert mindjárt pillanat csinálunk neki helyet. Ide. Ja, így nem lehet felrakni, hanem csak így oldalra. Oké, így. Így is jó. Ide is jó, oda le. Pedig ennek kellene fellőni, ugye ez az? Az hát. Ne, mi történt? Ó, ne! Jó. Valahogy ki kellene képeznem egy olyan platformot. Ez micsoda? Ez mi? Jágyom. Esetleg így, hogyha felszerelem. Nehogy már ne lőjek ki, ennek ki kéne lőnie. Vagy az a baj, hogy oda le kellene... Ne! Oh shit! Nem tudok fordulni! Ne! Szétlőtt a gépet! Lőd! Ó, ne! Basszus, mi történik? Fát kell gyorsan szereznem. De lehet, hogy megsemmisült már az egész... Ó, az egész, minden megsemmisült. Úgyhogy ez egy nagyon nem jó. Hiába szerzek fát, ugye nincs reaktor, tökre ment az egész. Ó, ez nagyon-nagyon rossz, nagyon nem jó. Gyakorlatilag meg is semmisült az egész rendszerem. Újra kellene létrehoznom. A szállító rész is eltűnt. Ugye ami összeszedi ezeket a dolgokat. Ami leginkább azt hiányozna. Hú, ezek a kockákat nem tudom innen elpakolni, idegesítenek. Ezt nagyon nem akar, de akartam, ezt ide akartam. Így. Valahogy újra létre kellene hoznom, össze kellene raknom itt a dolgokat. Francban ez a játék az eléggé szívás különben. Remélem nem robbannak fel ezek a kerekek, meg ezek az egységek, mert ezek nagyon szar állapotban vannak. Így. Kellene még kerék, kellene valami nagyon komoly gépet le kellene aláznunk. Mondó vagyok, hogy azt csinálom, hogy most itt a sivatagban vannak ilyen nagyon extrém nagy gépek. Azokat megpróbálok egyet lealázni, mert így nem fogok tudni működni normálisan, ez nagyon szar. Így jó. Ez nagyon nehéz. Mi ez? Miért nem tudom, miért nem? Mi a franc?
mi a fene? Ez mi? Ezt rárakom, akkor mi? Most bele vagyok furorba komolyan, hogy az mi? Miért vagyok bele furorba? Mi történt? És mi a baj? Miért furorodott ez vele ebbe az egész szarba? Mit csináltam rosszul? Nem tudok mozogni! Hol van? Ott van az egység, ugye? Még mindig megvan. Meg van irányító kabinom, itt van. Oké, na. Szuper. Ez elég veszélyes dolog, hogy kijönni belőle, de valami történt a járművel, mert az egészen, és nem nagyon akar működni, most rászerelem. És semmi nem történik, és a B-t nyomom, akkor sem emelkedik fel. Ez belebogolt a földbe, gyerekek, marha jó. Vagy mi a f... Ezzel mi történt, srácok? Újra kell építenem? Azt kell csinálnom? B, így felemelkedik, és ott meg nem emelkedik fel. Na jó, hát akkor ez az lesz ebből, hogy ez újraépítés lesz, sajnálom. Valamit ki kell ezzel találnom. Engem is jó ez így. Így egy kicsit messzebb. És akkor újraépítés, valami olyan masszív dolgot kellene. Kellene csinálnom egy olyan dolgot, egy olyan járművet, amivel 100%-ra le tudok darálni egy olyan dögöt. Egy ilyen hatalmas nagy dögöt. Így, és akkor ott van, hátul lesz a kabin. Az miatt lesz hátul, hogy az eleje az védett legyen. Ez az. Úgy. És megpróbálunk szerezni valami komolyabb alkatrészt. Nagyon unom, gyerekek, hogy az állandóan szétlőnek minket. Így. 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 Kicsi blokkel. És ne jöjjön semmi, srácok. Akkor végünk lesz. És akkor ide jöhetnek a kerekek. Kicsi blokk szintén. Ez lesz az alapja. Hátulja, ugye hátulra remélem nem fognak támadni, mert akkor végünk van. Ez ugye gondolom mindenkinek világos. Kerekek kellenek. És utána csinálunk egy ilyen atomfelfegyverzett részt. Nem fog semmiről másról szólni az egész, csak fegyverekről nekem itt most. Azaz. Másik oldalra kerekek meg szintén. És akkor megpróbálunk legyalázni egy ilyen nagy fenevadat. Majd meglátjátok, hogy miről beszélek. Vannak itt ilyen nagy batárok. A többit azt megpróbáljuk mindig elkerülni. Majd még kellene kerék, ott egy kerék, jó? És akkor legalább már működőképes, mozog az egész, ugye jó. Oké, és akkor jó lenne egy radar, jó lenne még ilyen lépcsőzetes elrendezésű felépítmény. Ez az ugye egyre magasabbra, az miatt, hogy minél több fegyver felférjen rá. Basszus, ezek újra termelődnek, ezek a növények. Vagy ezek a kristályok, vagy milyen csodák ezek. Oké. Így, tényleg arra fogom kiegyezni most, hogy támadni tudjon a gép. Még magasabbra kellene még blokk. Nem fog elég lenni a blokkocskám. Na mindegy, akkor kezdjük a felszerelést. Erre a szintre mindenképp ilyen lézerek lesznek. Következő szintre gépfegyver. A gépfegyver különben a legjobb meg az az ágyú, mivel az ugye nem kell célozni vele, hanem az oda lő, ahova kell. Ide rakok én egy ilyen. Tudjuk, hogy mi a dörgés. Na ez az ágyú, ez marha jó. Ugye ez frankon rácéloz. Nem kell forogni, értitek, mire gondolok. Na, ilyen is jó lesz. De kellene még egy sor blokk. Oké, a legelejére meg ezt a fajta lézert. Abban is van egy csomó, és akkor nem csinálok mást, most el fogom menteni, és betámadok egy ilyen nagy hodár gépet.
Kellene még blokk az igazság, a nagy probléma. Hát ez eléggé kevés. Mi itt van? Ezt leveszem innen, ezt is leveszem, és akkor ezt ide berakom. És akkor erre is tudok még egy sort rakni. Amire mindenképp gépfegyverszerű dolgot kellene szerelnem. Így. Na hát ez... Opa, nem kell szétlőnöm itt a magam előttem lévő dolgot. Ez az. Ide oldalra is kinyúlik néhány. Bár mondjuk inkább ide gépfegyvert raknék. A gépfegyver meg ez az ágyú, ez sokkal jobb nekem, jobban tetszik. Úgy. És nincs is több blokk, és mutat valamit a térkép. Az a nagy problémám, hogy nincsen olyan egység, ami ugye tudja tárolni ezeket a dolgokat. Ez mi a franc lehet? Hú, basszus, ez fogalmam sincs, ez mi lehet. Jó lenne. Ez a reaktor. Jaj, nehogy megint. Itt csesztem el ezelőtt, ugye. Ez a reaktorom, vajon? Nézzük, mi ez. Small generator. Ez lehet az akkor. Ezeket kéne vinnem magammal, így. Ez is kellene, ugye? Ez meg a... Aha, ez az átalakító. Ez kell. Meg ez kell. És akkor ugye ez az átalakítóval, ezzel megy az átalakítás. Ezt jól megmondtam, az átalakítóval megy az átalakítás, értitek, srácok. És akkor meg tudnám oldani. Mert ugye ezek is arra azt a célt szolgálják, hogy itt szállítják a dolgokat, meg így levettetik. Úgyhogy meg tudom oldani azt, hogy be tudom indítani megint a generátoromat. Oké. Még ez a másik fajta kellene, nincs olyan? Ez micsoda? És ennek a tetejére még esetleg tudok is fegyvert rakni, az meg még nagyon jó lenne, nem tudok. Na, legyen még egy ilyen. Mondjuk lehetne ide, és akkor mind a két oldalon ugye szállítaná ezeket, és itt is van egy ilyen. Van egy csomó. Igazából jó, hogyha többet viszek, mivel akkor az lenne, hogy... és ezeket is viszem. Jó, és akkor ugye ezek a szállítók, ezek meg a tárolók. De sajnos ezek ugye egyesével vannak ezek a szállítók, de végül is az, annak jó lesz, hogy azok is, amíg szállítják, addig is lebegtetik a dolgokat. Tök jó, oké. Más nincsen sajnos nagyon. Nem tudok mit magammal vinni. Ez az. És akkor kellene egy-két fa. Elvileg ezek összeszedik az alapanyagokat. Ugye? Jó, tudom. Hát elég szarul. Nem, jó, oké. Szedik. És akkor, hogyha ide érnek, akkor elvileg bekapcsolnak a generatorok. Nézzük. Bubble generator. Ja, csak nem ilyen kell, hanem ugye fa. Na, menjünk. Menjünk, aztán akkor végre újra összeszedtük magunkat egy kicsit. Hiszen ezzel működőképes lesz. Egy kicsit magasan vannak. Meg jó lenne egy ágyú is, amivel a fölösleget kilövöm. Ancsore, tökéletes srácok. Viszont a shield generatorom az nincs meg. Ez valahogy itt héderezik. Ez mi? Ja, jó, nem kell magam alá rakni. Itt van egy, ezt nem tudom, hogy milyen generator. Hogy? Ez is ilyen regenerator, mármint ilyen, hát ez elég necces. Hol van ez? Azt is, ez akkor a hülye fegyver ott van bent középen. Nem tudom, hogy ezt hogy kell csatlakoztatnom, de nem akar működni normális. Na jó, inkább megyek. Na, már kezdek itt megőrülni ettől a sok valamitől. Jó, ezt még felszerelem ide. Ágyúz kell. Ezt is felszerelem ide, és akkor arra is tudok ágyút rakni, vagy valamit, ezt az ágyút. Oké, és akkor benne vagyunk. Jó, tényleg. Esetleg úgy beejtünk fákat, és akkor megpróbálok megtámadni valami hatalmas nagy bögöt. Hát ez nem tökéletesen működik itt. Nagyon nehezen akarja összeszedni a dolgokat. Lehet, hogy túl alacsonyan, vagy túl magasan vannak, az is közre játszik.
Na, akkor most, ó, és ott van, oké, működik a shieldem is. Azt kellene, hogyha meglátunk valami hatalmas, olyan nézzetek gyerekek, mekkora dög az ott. Na nem ilyenre gondoltam, hanem ilyen sárga, az egy ilyen másfajta jellegű élőlény lesz. Vagy élőlény, vagy mi a franc az? Na jó, oké, menjünk. Az lenne jó, ezt a shieldet így meg lehetne oldani, hogy akkor kapcsolom be, amikor akarom. Nem tudom, hogy lesz esélyünk megölni egy olyat. Opa, ott ide is spónolt egy. Mentek egyet. Szépen, és akkor addig nem nyugszom, amíg egy ilyen hatalmas nagy bögöt nem találok. Megpróbálkozunk vele, srácok. Lehet, hogy ide le fog spónolni valahova majd. Csak ne olyan túl közel hozzám, annak örülnék. Ezek micsoda? Ott is egy dög. Ugye egy, rakja le az ellenségeket a rendszer, de nekem nem ilyenek kellenek, hanem meg fogjátok ismerni, ilyen sárgák ők. Ilyen, nem is tudom, valaki írta, hogy Combine. Valami hasonlóak. Hatalmas, akkora kereke lesz, mint én vagyok, úgyhogy tényleg meg fogjátok ismerni. Ezek nem tudom, ezek például, hogy ezeket kiszedem, ezeket mennyire tudom használni tüzelőanyagnak, nem lehet, hogy semennyire. Egy-kettőt benyúlok. Nem nagyon akar. Nem nagyon akarnak működni. Balra van valami objektum mellettem, azt meglessük. Elég közel. Hoppá, hoppá, gyerekek! Azt hiszem, hogy megtaláltuk azokat, amire gondoltam. És igen, és itt vannak azok a... Oda nézzetek, ott van, nem tudom mennyi. Nem nagyon van felfegyverezve, nagyon jó. Ó, és fel is borult a hülyéje. Oké. Ó, felállt. Nagyon jó, oké. Tökéletes, srácok, ez most már nagyon jó. Itt ugye akkor fel tudom használni ezeket a blokkokat is, amik belőle származnak. Meg ráadásul, ó, itt is vannak ilyen blokkok. Tök jó. Ez már tuti. Na, és akkor kicsit újra kellene tervezem itt a dolgokat. És az a baj, hogy ugye úgy tudok építeni. Mentek egyet. Úgy tudok építeni, hogy ehhez. Azért jó, hogyha ide raktam, mert így akkor akármikor vissza tudom rakni ezt a kabint abba. Nagyon tuti. Úgyhogy ehhez kell építenem mindig. Mindig így tudjunk építeni azt, ugye. Sajnos ez így működik. Nagyon jó, és akkor építünk egy másfajta jellegű gépet. Az a baj, hogy ebből csak egy van, jó lett volna, hogyha ebből is lett volna egy. Viszont akkor blokkot kellene, meg kerekeket. Így. És sokkal masszívabb gépet össze tudunk így rakni. Ez az, ezt meg ide kellene kettő közé. Tökéletes! Na, ez most egész kellemes. Ugye ezt gondolom, ez jobban is bírja ez a fajta, ez a sárga fémblokk. Mindezek a, nem tudom, ilyen műanyagszerűek. És akkor ebből ki tudunk hozni valamit. Megnézzük, hogy működőképes-e. Ó, tökéletes, srácok. Nagyon jó. Bár nem túl elég védtelenek vagyunk, viszont ezek az offroad kerekek nem nagyon fordulnak abba igazatokban, és tök kellemetlen, hogy így működnek. Na, átlopom az alkatrészeket arról. Oda menjél másik fel, oda. Nem oda. Hogy. Jó, ez nem lesz annyira rossz. És a radart jól lenne átraknom instant, mivel az lesz a gondom én nekem, hogy itt meg fogra támadni. Jó, hát oda. Hogy. Viszont ezt rakhatnám ide. Tökéletes. És akkor ugye mindent át kellene hoznom. Viszont annyira nem jók ezek, hogy ilyen... Nagyon nem jó, nagyon nem tetszik. Nem tetszik. Nem tudok fordulni. Nem fordulnak az offroad kerekek, csak azok a picik. És ez miatt nem tudom használni normálisan, de nagyon gyorsan át kellene ültetnem vissza ezt a gépet oda. Valahova. Meg fognak támadni, ezt be kellene raknom oda alulra. Ahol volt, ugye a helyére, hogy. És akkor ezzel megyek tovább. Ezt meg lehet, hogy inkább hozzácsatlakoztatom, és akkor viszem magammal. Mert ez így nem jó, gyerekek. Ezt inkább becsatolom ide. Aztán visszük. Elcipeljük magunkkal. Mert ez kevés.
nagy kerekek kellene ezekhez a szerkezetekhez már, amíg ugye nekünk nincsenek. Majd meg fogjátok látni, hogy milyenek azok a nagy kerekek. Oké, képzeljétek, ekkora építő elemekből lehet építkezni, akkor mekkora járműveket lehet összehozni. Na, oké. Nagyon tuti, itt még vannak ilyen ágyuk, ezeket lehet, hogy elviszem, hát hogyha majd később jók lesznek, ide felpakolgatom őket. Oké, srácok, húzzunk. Húzzunk, akkor megint keresünk ilyen sárga robotokat, ha elindulnánk, azt is felfeküdt az a hátulja. És ilyenkor megtámadnak minket, akkor nekem végem. Ezt nem tudom magammal vinni. Szóval ide, valahogy meg kellene oldanom ide. Hát csinálunk egy ilyen hátsó szárnyat, mi? De feljebb akarom, de nagyon nem akarja ő. Na, végül is így is jó. Nagyon jó. Oké. Kellene még ilyen sárga építőelemekből felépült jármű. Fegyverzet van bőven. Nézelődjük. Hát, ha találunk valamit. Ott van valami világító pizbasz arra. Meglesen, mi van ott. Ott mászkálnak valami járművek. Haj, ne, ezeket új utálom, gyerekek. Akkor itt a beszpónolja közvetlen elém. És hogyha ilyen nyilgázzal megyünk, akkor milyen kellemetlen ez. Ott, oda nézzetek, ott van valami. És ez, ott vannak valamik, de ezek megint valami más járművek. De viszont ezek nem olyan veszélyesnek tűnnek. Ezeket le kéne gyanulnom. Az a baj, hogy lövöm őket ugye kapásból megsebzem, szétlövöm a kerekét, meg minden. Jó. Oh. No. Őt már szét. Hol van a kabíró? Na végre, basszus. Na, mindjárt elkapjuk ezt a gyereket is. Asztal, mi volt ez? Felrobbant az egész szerelő a gépemnek. Na mi az? Mi történik? Felrobbant az egész szerelő, lerepült róla az összes fegyverem. Jó, oké. De nagy mázlim volt, srácok. Na, ebből most már tudunk építkezni, megvan itt bőven négy kerék. Hú, ezek jó nagy kerekek. És ez össze tudunk rakni valami offroad gépet. Nagyon tuti. Hú, és ez mi? Hú, ilyen rakéta meghajtású cucc. Na, ebből újra kreálunk akkor egy komolyabb gépet, és akkor folytatjuk innen a túránkat. Hú, ebből meg tudjuk csinálni. Nagyon szuper lesz. Na. Viszont én elbúcsúzom, mivel ez már nagyon-nagyon hosszúra nyúlik ez a gameplay. Mindenképpen lesz folytatás, és akkor egyre jobban így haladunk a robot evolúcióba, ugye? Hát ezeket meg kell szabadulnom ezektől valamiktől. Mentek egyet gyorsan, mert el fogom felejteni. Saving? Mentett? Ennyi volt a mentés? Akkor jó. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a gameplay. Hogyha igen, akkor maradjatok velem a következő részhez, részben is. És ott bal oldalt mi az? Itt is van valami érdekes. Na! És dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára akkor. Köszi, sziasztok! Oda nézzetek, kerék! Meg üzemanyag tartály, vagy mi az? Na, következő rész. Sziasztok!